Kifosztották Bódi Csapit. Több mint 1 millió forintot loptak el a kocsijából. Kamera rögzítette a tetteseket. 1,2 millió forint készpénzt és 200 ezer forintnyi értéktárgyat vittek magukkal kedden éjszaka ismeretlen tettesek, amikor kirámolták Bódi Csabi autóját egy Pest Erzsébeti utcában. Igaz, konkrét feltörés nem történt, az énekes ugyanis nem zárta le a hófehér BMW-t, de a lopás miatt így is nyomozás indult. Átkozom magam, de nagy sértségbe voltam, ezért elfelejtettem rányomni a központi zárat. Klipforgatásra siettem, amelyet a lemenő napban akartunk elkészíteni, idézte fel Bódi Csabi, aki édesanyja Bódi Margó kocsiját vitte magával. A fehér luxusautó ugyanis jobban illett még a Sírban is utánad megyek című feldolgozás kisfilmjéhez, amelynek holnap lesz a premierje. Ez volt eddigi pályafutásom legdrágább videóklipje, és ez a 60 darab 20 ezres lett volna a közreműködők tiszteletdíja. Magammal akartam vinni, de amikor láttam, hogy a nap már megy lefelé, arról is megfeledkeztem. Később eszembe jutott, hogy a pénz a könyöklő alatti tárolóban maradt, de azt gondoltam, úgysem lesz semmi baja. Az utca jól meg van világítva, és a szüleim háza be van kamerázva. Ott nem szokott baj lenni. Hát most volt. Csóválta a fejét a mulatós énekes, aki természetesen feljelentést tett. Több felvétel is rendelkezésre áll, és a rendőrök már a többi környékbeli térfigyelő felvételeit is átnézték. Annyit mondhatok, hogy az elkövetők hárman voltak. Egy fekete hajú hölgy volt a felderítő, őt 20 perccel később ketten követték, de csak az egyikük ült be a kocsiba. A másik közben figyelte az utcát, magyarázta Bódi Csapi, aki hálás a rendőröknek. Több DNS mintát is rögzítettek a rendőrök, és a szüleimnél is jelentkezett olyan, aki ezt a nőt felismerte. Bízom benne, hogy meglesznek a tettesek, de amiatt el vagyok keseredve, hogy ez a számomra kedves értéktárgy valószínűleg már sosem lesz meg. Nekem pedig az lenne a legfontosabb, a pénzt már elengedtem. Magyarázta Csabi, de nem tagadta, a klipforgatás munkatársait sem tudta kifizetni. Nektek mi a véleményetek a történtekről? Írjátok meg kommentben. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb hírekről.